Tisztelettel kérem Megyes és Mütli Norbert tanszékvezető docens ura az előadás bevezetésére. Kedves vendégeink, kedves ünneplő közösség, mert dékán helyettes úr elmondta a kedves vendégeket, engedjék meg, hogy én külön ne emeljek ki senkit, és hadd köszönjem meg mind a jezsuita rendnek, a Faródi Ferenc Akadémiának, hogy ezt itt előadhatjuk és fel is vehetjük. És köszönöm azt a színjátszók nevében is, hogy ilyen sokan eljöttek erre az ünnepi estére. Föltehetjük a kérdést, hogy miért Csíksomlyó és miért 18. század. Azért, mert a Magyarországon, ha misztérium játékot keresünk eredeti formájában, akkor Csíksomlyóra kell néznünk, az erdélyi Mária kegyhelyre, mert az 1700-as években onnan a Ferences gimnáziumból összesen 104 iskola dráma maradt fenn. Ezt középiskolás diákok adták elő, ebből közel 50 darab volt a nagypénteki passiójáték. Na most az a lényeg ennek a mai előadásnak is, mint annak idején, hogy ezzel egyrészt a bűnbánattartásra akarták felkelteni a zarándok közönséget. Tehát megvannak a feljegyzések, hogy ilyenkor több ezeren zarándokoltak Csíksomlyóra, ugyanúgy, mint pünköstkor, és látták annak a 100-120 vagy 80 diáknak az anyanyelvű előadását, amely egyébként Magyarországon az anyanyelvű színjátszást jelentette, annak a bölcsőjét, és még egy európai összefüggésben, ha nézzük, akkor a középkori és koraújkori nyugat-európai misztériumjátszásnak ez a legkeletibb megjelenése, amiből most halljuk a részleteket, és időben is a legtovább tartott egészen az 1780-as évekig virágzott Csíksomlyón ez a hagyomány. Magyarul játszottak versbeszedve, lelki céllal, és tanítottak. Színpadra állított Biblia pauperum, ilyen szegények bibliája volt minden egyes előadás, és ezt szeretnék most is itt ábrázolni. A rossznak a kérdéséről, eredetéről volt szó, köszönjük a bevezetőben, és ezért a paradicsom jelenettel kezdődik a színdarab, és azért, hogy igyekszünk a nagypéntek estig egy teljes ívet bemutatni az üdvösségtörténetből, és a régi magyar dráma kutatócsoportban most adtuk ki a passiójátékok szövegét, az 2300 oldal, ami Csíksomlyóról való, hát abból válogattuk ki a legjobb részeket. A paradicsom jelenetet, a legszebb Péter síralmat, az énekelt 17. századi dallamon megszólaló Mária síralmat, a Szent Kereszt himnuszt, és a végén a jezsuita hatásra keletkezett szeretet és fájdalom vitáját. És ebbe a passió történetbe allegorikus figurák és egy moralitás részlet is elhangzik, mert Csíksomlyón ez is természetes része volt a nagypénteki misztériumjátékoknak, hogy moralitást mutattak be, és úgy, mint ma este, élőképszerűen hangzottak el ezek az előadások. Tehát passiójáték, moralitás és élőkép sorozat népénekekkel kiegészítve minden eredetibe szinte nyelvemlékként fog megszólalni. Köszönöm dr. Goneda Albert rendező úrnak a munkáját, szeretném bemutatni egy Gerbei Anita beszédtechnikával foglalkozott, és sajnos betegség miatt nem tud ma este itt lenni, és a szereplőknek a névsorát itt tudják elolvasni a második lapon. Lekem tűztem, uram,
A fényt hordozó Lucifer. Én vagyok. Ezennel inkább kardot vonok, mint sem a csak teremtett sorsot magamra vállalt. Én a sok ezernyi ezermillióknak. Fejedelme vagyok 9 karangja. Hogyan történhessen, hogy oly alacsonynak, mint az embernek, vagy mint az Istennek? Én folyton csak szolgáltam. Talán neked buta ütött te befejedet? Milyen méreg hányan, föltelmes melleret? Tudod el, hogy Isten,
a semmiből teremtett. Ezért semmivé tégedet nem, de nem tehetett. Miért nem fészel tehát köszvényes bőrödben? Ki olyan, mint az Isten? Felelj meg én nekem! Bosszúból! Csodát teszek a természet törvény. A tél virágozzék, nyárban hideg legyen. Bosszút állok mégis. Hidd meg az emberek. Felforgatom a kalendáriumi rendet, hogyha az emberem másképp erőt nem vehet. Én a csíki havasokat annyira földgyújtom, hogy az egész földkerekség lángba boruljon. Aszálytól, szárasságtól a földgolyó pusztul. Pénznek az illatát annyira fölfújom. Roppant városokat háborúval rontom. Nem maradjon ember se ezen a világon, hogyha a bosszúmat másképp nem állhat. Hogy Isten a bölcsességét jobban megmutassa, hogy jó voltát kinyilatkoztassa, minden hatóságát megmutassa, embert teremben, aki őt szabadon imádja. Azért, hogy az életben unalmas egyedül ne legyen, én nékem teremtette segítségül Évát, a társamat kedves feleségül, és adta a paradicsomkertet gyönyörűségül. Minden növényekkel szabadon hagyott, mindenféle állatnak urává választott. Csak egy gyümölcsfától tiltott el engemet, a többivel pedig szabadságot engedett. Kedves társam Ádám, vajon ezt a fát tőlünk miért tiltja az Isten, hogy belőle eljünk? Isten kegyelméből ugyan ki nem esünk, ha ennek a szép fára gyümölcséből eszünk. Ó, esztelen az! Nem veszed-e észre, hogy ez az Istennek család mestersége? Sőt, ha egy fának a gyümölcséből esztek, éppen istenségre ti föl fogtok emelkedni. Jó nagy dicsőség! Ti az Istenhez mindenben hasonlóvá lesztek. Hatalmas tudomány magatoknak lesz. De a halhatatlanságot azonnal elnyeritek. Örökkön, örökké. Ti már el nem vesz. Kedves társam, Ádám, én néked azt mondom, akárhogyan járok, az almát megkóstolom, mert én azt semmiképpen meg nem állhatom, mivel te is látod, mennyire kívánom. Ádám, kóstoljad meg te is, mert olyan édes, nincs ebben a kertben sehol ilyen kedves. Ádám, hol vagy, Ádám? Ezt miért művelted? Erős tilalmamat miért szegted meg? Az egész emberiséget ezzel elvesztetted, keserves halált hoztál, kegyetlenül megölted. Uram, az asszony, Éva, akit társulattál, ő adott az almából, melyet megtiltottál. Miért cselekedted te, gonosz asszony?
Ha kígyó azok, mert ő tanácsolta, hogy együnk, olyanok lesztek, mint a disztán. Ez lesz a lényegünk. Mivel gonosz kígyó, ezt merted művelni. Ezentúl, amíg élsz, a melleden fogsz csúszni. Neked pedig, Éva, a te nyavajáidat én megsokisítom kemény fájdalmaidat. Szülésedben érzed erős kínjaidat, ezután a férjedet úgy tartod, mint uradat. Ádám, átkozott lesz a föld a te munkádban, nem is maradhatsz tovább a paradicsomban. Ezért angyalommal, Mihállyal a sovány pusztába én kikergetlek, hogy nyomorogjál abban. Most a paradicsomból, mindjárt lóduljatok! Szívek titkai! De még nagyobb nála az irgalmasság. Ádám és utódai eleget nem tehetnek, engem teljességgel nem engesztelhetnek. A fiam lesz az, aki megfizethet ilyen nagy terhet, szűztől születve a vállaira vehet. Atyám, elmegyek a földre a saját kedvemből. Bűnéért fizetek én, teljes szívemből. Bűnéért fizetek, drága szentvéremből. Sőt, a lelkemet is kiadom testemből. No tehát, magas egek! Minden földi ember és állat örüljön most velem, mert megtaláltam a megmentő utat. Tapsolj, vígadj, bánattal ne gondolj! Széles világ négy részén ember, ki bárhol munkálkodik. Erre a világra az égből leszálltam. Az emberek szívét magamhoz kapcsoltam. Gazdagtól, szegénytől magam meg nem vontam. S így az egész földön eddig uralkodtam. Ha máshogy nem menne, pénzzel igyekezném. Másnak, ki arra érdemes tisztségét megvesztegetném, és annak előre menetelét mindaddig sérteném, amíg azt magaménak valahogy nem tehetném. Mi hát én előttem pápa, király, császár? Előttem ezeket
nevezni is kell. A vicetiszt pedig olyan, mint a sár, a cipők dalba is többet élő nálaim már. Teremtett állat, te vagy az Istennek. Égen és földön, akinek mindenet engedelmesek. Alázd meg magadat tehát Isten fölségének. Az alázatosság viszi a mennybe a szenteket. Oda emelt, gondold meg hány ezer híveket. Azt javaslom tehát, kövessed ezeket. Nem hivattam én most prédikáló papot, hanem ahol élik, ott tartsd meg a dolgodat. Nem hivattál ugyan, de sejtem, hogy lelkedet, el fogod veszteni mennyei kincsedet. A szemem elől mostan mindjárt takarodjál, ha a halálod felől még nem gondolkoztál. Mert senki nincsen nagyobb az én hatalmamnál. Ó, bűnös emberek! A lelketekre kérlek, ennek a kevénynek egy szavát se higgyétek. Sőt, a szívetekből is gyorsan kiűzzétek, különben halálra viszik lelketek. Az írás is nekünk bőven megmondta, hogy aki önmagát mások fölé magasztalja, azt az Isten bizony megalázza. De az alázatost az égig magasztalja. Én a gazdagoknak vagyok a legfőbb vezérük. Én vagyok a minden. Az ők első istenük. Bennem vagy a négyel nappal az ő szívük, mert tőle vered a pénz felé szeretetük. Ezüstöt, aranyat. Én annyira óhajtom. A sok gazdagságot oly szívből kívánom, hogy lopásra adni magamat nem számom ezekért. És másokét elővel elhúzom. Mit másoktól csalhatok, s húzhatok, olyanokat ismét uzsorára kiadok, hogy 100 aranyért néha 10 is elhúzok. Míg a mindenkitől 1000 annyit kapok. Ó, drága jó uram! Az élő Istenre kérünk, tekints a mi nyomorú tügyünkre. Kevés aranyizsnát adja mi kezünkbe. Hogy merészeltek éppen most háborgatni? Mikor akarnám pénzem számba venni? Fogja a korbácsot! El kell őket űzni! Uram, minden! Még ma kenyeret nem kaptunk, és semmit sem ettünk, mint csak kóboroltunk. Egy szelet kenyeret az Istenért adj nekünk, mert nagy reménységgel mi hozzád bejöttünk. A ti torkotokat ugyan ki az ördög győzné tölteni mindenkor? Ki ne neheztelné? Uram, eddig soha nem láttuk házadat, hanem most az egyszer várjuk jóságodat. Üssed őket derekasan, mint a barmot! Ó, Uram, Szent Isten! Könyörülj mi rajtunk! Akárhová menjünk, ételt nem kaphatunk. Én már egyedül te hozzád folyamodok, mert a bűnösöktől rendre üldöztetek. Padlásomon őrzöm csillogó gyémántom. 5 lábában fekszik házamnál aranyom. Emellett van még sok ezer jobbágyom, kiktől pár ezer aranyomat várom. De ha szegényt. Portálon meglátom, ajtómat előtte csak hamar bezárom. Soha. Néki egy fillérelmet nem adom. Sőt, korbáccsal még a házamból is elhajtom. Én is a világnak vagyok egy főuram. A bosszúállásnak rendkívüli kívánsága. A szíveknek haragra való gyullasztása. Méltó hát mondásom a meghallgatásra. Aki nékem szolgál, a haját szaggatja, köntösét rendre hasogatja, tulajdon öklével a mellét botozza, lábaim sem állhat, magát földhöz verni szokta,
Azért igen kérlek, haragot tartsatok! Haragosotoknak meg ne bocsássatok! Szent Máté könyvében Krisztus nekünk parancsolja, haragot ne tartsunk, bőven ezt próbálja. Keresztfán példában ezt nekünk megmutatta, Szent Atyát bűnösökért bocsánatra hívta. Ezt Dávid a haragos Saullal régen végbe vitte. Szent István vértanú is tudjuk, ezt cselekedte, az ő kövezőiért, midőn Isten kérte. Harag! A hazugságaid nem ért volna mitre. Ó, mely, igen, bánom, hogy én idejöttem. Mert a böjtén nékem örök ellenségem. És itt böjtölnek, nem gondolnak velem. Mint a megtöltött hordó, nincs itt igyam és egyen. Amit a szemetek lát, azt megehetitek. Mert amit megesztek, az nem vétek, az a tiétek. Én nem parancsolom nektek, hogy böjtöljenek, hanem a hasatokat, a torkotokig töltsétek. Ezután erre bort, spálinkát igyatok. Rajta hát torkosok, most vígadjatok, hisz eljött én vélem a ti világotok, s ha nem így éltek, mind megsoványodtok. Akiket orvosnak szavait halljátok, az ő hódítására kérlek ne álljatok. Mert a testet és a lelket romlásra adjátok, ezt íme megmutatják okaim. Halljátok. A borital miatt Noé megrészegedett, s mezítelen lévén Kántól gyalázatot lett. Házasságtörés belót a bor miatt esett, midől leányával véletlen vétkezett. A torkosság tehát egyesség rontója, erőnek, tagoknak és szemnek fogyasztója. Testnek és léleknek kegyetlen gyilkosa. Hát ki lehet a lélegnek korszolója? Halállal öljük meg most amint őket, mind ellenünk járó fő ellenségünket, hogy még a halálok után se halljuk hírüket. Ó, virtusok! Az élő Istenben bízván öltözzünk bátran fegyverbe, remélvén, hogy nem engedő a gyilkosok kezébe. Maradjunk Istenhez igaz reménységben. Kedves barátaim, nem kell félni, mert jöttem nektek segíteni. Most már bátran élhetünk ebben a világban, mert győzelmet adattunk a mi táborunkban. Ezentúl mindenki a mi hatalmunkban bízik, nem pedig az előttünk feküvő, meghalt bálványunkban. Eddig szemeimet a földre függesztettem. Néha pedig onnét az égre fölemeltem. Bűnöktől, szüntelen, mint a haláltól féltem. Arra vívő okot el nem kerülhettem. Ó, drága virtusaim, ti hová lettetek? Vajon hová mentetek? Vajon kit kérdezzek? Csak egyedül vagyok. Senkit nem lelhetek. Bizony, elindulok. Felkeresem őket. Ó, én árva lélek, ki lesz már gyámolom? Ki lészem már nekem, jóra igazgatom? Kik vagytok, hogy ilyen barlangban lakoztok? Az én társaimat ugyan nem láttátok? Hogy kérdett, kik vagyunk? Nem ismersz-e minket? Tudod, az ejtekhely minket inkább illet, hogy eltávoztattuk ellenségeinket. Mi már nagyon régóta óhajtunk tégedet. Akiket én keresek, nem hivatok azok, mert ők fehérek.
és nem voltak ilyen nagyok. Mi vagyunk, ezt elhint, és nem is mások azok, tudod? A kicsinyek is nőve lesznek nagyok. Amilyen régen volt, nem olyan a köntösötök, talán csak meg akartok csalni? Erre igyekeztek? Ó, már sok esztendeje, hogy egymástól elváltunk. Azóta más köntöst magunknak szolgáltunk. Ezért másképpen most tőled találhatunk. Amelyből látszik, nem csalni akarunk. Nékem is úgy látszik, hogy kiket keresek, ti lehettek azok. Azért hát ti néktek dicséretet adok. Örvendek, hogy hazajöttetek, és én többet nem kóborlok. Na már most azt megkívánjuk, hogy megadja testednek, amit fog kívánni, és a természetednek. Emellett pedig te helyet adj a szent irigységnek, és önmagadat adjad a restségnek és a pénznek. Csodálkozom, hogy tőlem most ezeket kívánjátok, holott eddig pontosan ti tiltottátok. Hogy lehet hát, hogy most másképp akarjátok? Csak alig hihetem, hogy ti vagytok a virtusok. Most veszem csak észre, ti nem a virtusok vagytok, hanem pokolba az alakadott állatok! A halálos bűnök, tudd meg már, mi vagyunk. Alázatod szerint, amely vétkeket neked diktálunk, meg kell cselekedned, amiket kívánunk. Zárjátok tömlözbe animát keményen, hogy onnan tovább egy lépés se tehessen. Isten az ember lelkét formálta a saját képét, hogy a pályafutása az élete végére emeltessen fel az örök dicsősége. De ember, eltévejettél az ősi jóságokból, az erényeket kiűztett szegény lelkedből. Lélek, tömlözve vetettél a főbűnöktől, kínokra, börtönbe vitettél íme a saját kísértésektől. Ember, a lelkedet a magad erejéből már nem nyerheted vissza a saját érdemedből. Te érted, lejöttem az égből, az én irgalmasságomból, hogy megszabadítsalak az ördög rabságából. Melyre nézve titeket mindnyájan feloldat? A bűnből, az ördög köteléből kihoznak, mennyei malasztal megajándékoznak, atyám országában nagyra magasztalnak. Édesanyám, boldog Szűz Mária, hozzád jöttem, mint fiú az anyjához. Tudván a hűségedet hozzám a te fiathoz, búcsúzni kívánok tőle. Mert a halálhoz közelít életem az utolsó órámhoz. Én, szerelmes fiam, méz édes magzatom, tőled elválásom hogy kelljen szemlélnem? Kérlek, hogy meg ne hallj, és ne szomoríts engem, hanem vigasztaljad én szomorú lelkem. Szerelmes szent anyám, mennem kell halálra, azért kérésednek nem lehet válasza. Édes, kedves fiam, szívem ne szomorítsd, hanem halálodat könnyebben rendeljed. Szerelmes szent anyám, már hagyj békességben, mert nem engedhetek neked kérésedben. Fiam, emlékezzél sok epeségemről, anyai keserves cselekedetemről, hiszen én szültelek tégedet méhemből, és én neveltelek drága szent tejemből. Tudod, édes fiam, miként tartottalak? 33 esztendeig szolgáltalak. Anyai voltommal úgy oltalmaztalak, hogy semmiben meg nem szomorítottalak. Azért mégis kérlek téged, én Istenem,
hallgass meg bár csak az harmadik kérésem. Fiú lévén ebben, kérlek, engedj nékem, avagy halálodban tégy részessé engem. Hám bár édesanyám, te vagy az én testem szülője, de ennél nagyobb istenségem, kit öröktől fogva az atyától vettem. Azért nem engedhetek kérésednek. Köszönöm, hogy életem sokat fáradoztál. Az angyal szavára méhekbe fogadtál, s 9 hónapon át bezárva voltoztál. E világra szülvén tejeddel tápadtál. Bő áldással téged, mennyei szentatyád, áldjon meg. Kívánja keserves szűzanyád. Király ez aztak lovagnak, fényvitt titka keresztfának. Min az élet megöletett, halálával nyert életet. Véres vízzel foly oldala, kit megsebesített vala. Bűneink éles tárdája, így mosogat annak árja. Ó, áldott vas, te nyíltetes, királyi bársonnyal éges. Méltó vagy nagy becsületre, mert Jézus vére megfestett. Áldott ma kinek ágára, főkeztetett világára. Úr Jézus testét megmérted, örtögös poklat meggyőzted. Nem, de nem még te is azzal az emberrel, akit most megfogtanak a te mestereddel, az egész városon sétálsz vala széllyel? Miért próbálsz? Hogy nem tudsz látni te dolgodhoz? Én bizony nem értem te most, amit habogsz. Bizonyára ez is a názereti Jézussal van. Az emberkiről szólt, én szólszint nem ismertem, ha csak hírét hallottam, messze elkerültem. Ne tagad, barátom, hisz láttunk ő vele. Nem, de nem tagoltál Getsemáni kertben? Átkozom! Uradat megfogtok. Hogyha valaha vele voltam, higgyed el, én ottan soha nem jártam. Irgalmas, kegyes, szerelmes megváltó. Penitenciára szívemet fordítom. Ne nézd bűneimet, megváltó Krisztusom! Gyógyítsd meg a lelkemet a bűntől, orvosom! De mindazonáltal, szerelmes mesterem, kérlek azon téged, hogy megnevess engem. Ne nézd utálatos, halálos nagy vétkem, hanem adjad, légyen benned reménységem, te lejöttél a földre, nem csak az igazakért, hanem a nyomorult boldogtalanokért, a sátán tömlöcében síró bűnösökért, a bűnnek sarában torkig hevelőkért. Azért légy irgalmas, kegyelmes én nekem, bocsáss meg, Uram, felette nagy vétkem, mert bánom, hogy ellened, Isten, vétettem. Feltészem, ezután soha nem vétkezem. Lehullott a Jézus vére, a Szent Keresztfa tövire, drága látós szent estérő. Őt mélységére.
szerelmes anyám, ímé az te fiad. Kérlek, hogy helyettem őtöd béfogadd. Ó, szerelmes fiam, ez szomorú anyát, ne hagyd ellankadni, jól viseljed gondját. Jaj, nagy kedvelt apó, szerelmes szülöttem, ki nélkül már a világon holtig állva lettem. Elhagysz tehát engem, szerelmes szülöttem, egyetlen egy reménységem és gyönyörűségem. Ki adja ezt nékem, meghallja kérettem, ez világét ki örömes lelkedet kitette. Íme, asszonyállat, ez lészen a te fiad. Kék veres sportlájt hozom, így álljadnál. Nem is szolgáld velük? Kegyetlen feneha, drága szent fiamó, hát te pivel itatod el, azt te megváltódott. Emlékezzél, uram, rólam országodban. Ne nézd bűneimet, vígy paradicsomba! Tudom, sok csodákat eddig cselekedtél. Jó volna, most abból egyet elővennél. Magadat szabadítanád, úgy minket is szabadítanád. Úgy én is meghívném azt, amit hirdettél. Kérlek, fogd be szádat, mert az oly ártatlan, mint mai szült gyermek ki még az pólyában. De mi mindenféle védkeknek sarában voltunk, méltán vagyunk át halál torkában. Dizmács, ma velem lész az paradicsomba. Vigy mi engemet is, fiam országodba, helyeztessed anyádat is az paradicsomba. Már beteljesedett atyám akaratja. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Fogjátok meg, halók, többet nem szólhatok, velem együtt sirálkozok, kedves rokonságok. Fölséges Isten, mi annak az oka, hogy így kegyetlenül? Az Istennek fia húzódott, akiben nincsen semmi makula. Az emberi nemzetség veri és taszigyája. Én voltam az, aki mindig dicsekedtem. Híremet s nevemet mindenben kerestem, ha bármi jót valaha is műveltem, hogy mással láttassam, csak azért cselekedtem.
Én vagyok az az átkozott, aki mint hal a vízben, úgy úszott e boldogságban, e világban. Arannyal, ezüsttel bővelkedtem. Senkinek nem adtam abból életem napjaiban. Jaj, hát én nékem is nyomorult szegénynek. A harag és gyűlölet miatt fertőzött bűnösnek. Kínja hozzám ragadt a pokol tüzének. Soha nem lesz vége kemény gyötrelmemnek. Mindnyájatoknak, nektek, Isten a könyörgését bevette, és bízzatok, mert az ő kegyelmét kiontja rátok bőven szenvedését, s megadja lelketeknek a kívánt üdvösséget. Ó, édes Istenem, miért adattál el? Miért így hirtelen kezekben akadtál? Kegyetlen vádolóknak törébe jutottál, és mint vérszopóknak étekül adattál? Nem más volt ez oka, hanem hogy téged megszabadíthassam rabbá tett lelkedet. Tudom, sok gyalázatot szenvedtél, s félelmet. De miért azokat? Félelmet szenvedtem, hogy te ne szenvedjél. Rettentem szívemben, hogy te ne rettenjél. Látom, elhagyadtál hív tanítványittól, és egyedül maradtál kedves barátittól. Egyedül maradtam, hogy te veled legyek. Mint világ végéig én te veled éljek. Két irgalmas kezelet a keresztet nyújtotta. Kikkel a betegeket gyakran gyógyítottad. Kezemet terjesztettem kétfelé nem másért, hanem hogy drága lelkedet megölelném. Azért. Hogy férhet az Istenhez, hogy ember legyen? A halhatatlan, hogy most halandó legyen. Ő szenvedhetetlen, most mégis szenvedjen. Örök dicsőség után gyalázatot legyen. Mi ennek az oka, ó édes teremtő? Kivesztette téged, kedves üdvözítő. Magas mennyországból kihozott le téged? Talán az ember? Nem az ember. Kit vesztette el? Kik fogtak meg téged? Talán a zsidók? Nem a zsidók. Ki vesztett el téged? Talán a hamis vádolók? Nem a hamis vádolók. Talán a főpapok? Nem a főpapok. Talán Pilátus? Nem Pilátus. Heródes? Nem Heródes. Annás? Nem Annás. Talán Kajafás? Talán a hamis törvény. Nem a törvény. Minden okvetlen. Az ember. Nem az ember. Nem más, hanem Ádám. Nem Ádám.
Talán az ördög és Éva által? Nem az ördög és nem Éva által. Nem férhet a fejembe. Fel sem foghatom és el sem gondolhatom. Még egyet kérdeznék, de azt nem mondhatom. Mégis, ha szabad lesz. Talán atyád akaratja? Az én szent atyámhoz, tudod, nem kérhet senki, hisz ő Isten, meg nem ölhet. Hát ki lehet olyan, kiért cselekedtem? Hiszen mindnyájan tudják, hogy mindenek élete, édes Jézusunk keresztel álló teste. Mondd meg a mennyben és a földön, ki vesztette? Elég gyötrelem azt nekem hallani, hogy megölték, de hogy ki? Azt nem mondja senki! Igen, csodálkozom fájdalom te rajtad, hogy föl nem foghatod, sőt nem is gondoltad. Krisztus kiölte meg, tán nem is hallottad. Elmondom te néked, szavaim hallgassad. Tudd meg bizonyosan, hogy aki megölte, az szeretet volt az, aki nem engedte élni a világon, annyira kedvelte, az embernek lelkét annyira szerette Isten az ember lelkét, annyira kedvelte az ő üdvösségért, elhagyta ezeket maga dicsőségét. A szeretet miatt ontotta ki vérét. Adamnak bűnös fiai, jöjjetek hozzám imádkozni, jöjjetek az én keresztfámhoz, így bőségtek ottárához. Boruljatok lelémbe, szent atyátok elejébe, soha ne hogy meghúztam érettetek. Soha ne felejtsétek, hogy meghúztam kőkoporsóba temették.